Béri Barna és a Kazinc barcikai rapper Deniz a Szerencse Szombatban mutatták be első közös dalukat. A közönség ma este élőben Budapesten láthatja a Követem a szívem című dalt. Ki mondja meg, hogy mi a jó, ki mondja meg, hogy mi nem. Születésem óta a vállamon viszem. Október 8-án lesz a Be The First zenekarnak a lemezmutató koncertje, ahol a vendégművészünk többek között Deniz lesz, és nyilván elő fogjuk adni először élőben ezt a dalt. Az elmém szinte más világba repítem. Petőfi szinte van, láttam talán a Szigeten az élő produkcióját, a Deniz élő produkcióját, és nagyon-nagyon tetszett, és baromi jó volt a zenekar, iszonyatosan jól rappelt, és így gyakorlatilag én amúgy is már hallottam a számait, de teljesen behúzott, egy ilyen örök vonzalom alakult ki így zeneileg, úgyhogy ez volt az első. Én mindig is nagyon tiszteltem, meg nagyra becsültem ugye a munkásságát, úgyhogy én nagyon örültem annak, hogy így egy hullámosztra tudtunk keveredni olyan szinten is, hogy egy közös dalt eredményezzen ez a dolog. Egyébként is hasonló hangvételi dalokat szoktam írni, tehát én nekem az, hogy mindig az őszintesség adja meg a hitelességét a dolognak, tehát mindig olyan dalokat írok, meg olyan dolgokról, amik éppen foglalkoztatnak és 100%-osan együtt tudok érezni vele. Mindenképpen szerencse, hogy mondjuk kialakul zeneírás vagy dalszerzés közben egy olyan kémia, ami előre mutat, nem pedig megfogja a másikat. Már ezt az Animal Kenny-ből helyettem egyszer elmondta, hogy tehetség, kitartás, szerencse. Ugye ez a három fontos dolog az, hogy sikerüljön egy adott dolog, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem csak nekünk egyébként, hanem bárkinek az életében, hogyha egy nagyobb dolgot szeretne véghez vinni, azért ott kell egy szerencse faktor, hogy az létrejössen. Ki mondja meg, hogy mi a rossz, ki mondja meg, hogy mi a jó, egyszerűnek tűnik, pedig bonyolult a kirakó.